mondtam. Halló? Halló, halló, szia, szia, köszöntelek nagy-nagy szeretettel. Na, szia, szia, én is köszöntelek téged és a kedves rádió hallgatókat is egyre. Egy kicsit hangosabban esetleg tudnál beszélni, vagy közelebb tartani a telefon, mintha egy picit halt lenne. Most jó hallotok? Most jól hallotok? Még egy picit erősebben esetleg. Hát, akkor már kiadálom. Jó, így jó lesz. Szerintem így jó lesz. Nagyszerű. Szerintem a kedves hallgatók is. Jó, hogy ismét, van egy kis távolság közöttünk azért. Van egy kis Magyarország és Németország között. Na jó, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszöntünk a Gyergyvíz Széker Rádióban. Én is köszönöm, hogy szólítatok, és köszöntök minden kedves rádióhallgatót, szép estét kívánok mindenkinek. Jó zenéket, és jó kedvet! Hát a te dalaiddal csak jó zenék szólhatnak itt a Gyergyői Széken Rádióban. Nos... akkor örömmel hallom, hogy szoktátok a zenébe játszani. Rengeteg dalt kérnek a hallgatók, és szól itt a rádióba a dalaid. Hát a több mint 20 év pályafutásod alatt sok dal született, így van miből válogatni szerencsére. Hát igen, nagyon sok lemezen jelentem az elmúlt 20 évben, ugye lassan most már 20 éve vagyok a zenei pályán. Nagyon sok lemezem jelent meg, nagyon sok közös produkcióm jelent meg az elmúlt években, de más művészekkel is. És hál' Istennek mondhatom azt, hogy a YouTube videó megosztó oldalam is sok-sok milliós megtekintéssel visszélkedhetek a saját dalaimmal kapcsolatban, a saját szerzeményeimmel, és hát értem, hogy boldog vagyok. És hát másnak nem is, hanem a közönségnek köszönhetem, hogy ilyen előszeretettel nézik, és hallgatják az elébe. Hát csak gratulálni tudunk. Így hogy vagy, hogy telt a mai napod? Ma este még milyen buli várható? Hát a mai napom az úgy telt, hogy már volt egy esküvőnk, egy 50 fős esküvőn vettünk részt. Ez egy olyan 2 órás koncert volt, ugye délután 2-től a 4 óráig. Most itt vagyunk egy elég nagyon kedves baráti társaságban, Gyúron, és innen megyünk most még tovább Komáromba, ugye a szlovák határ mellé, ott egy kis városban ezt egy két negyen születésnapi összejövetel, és utána még Kecskeméten is megyek egy egyesfélre, úgyhogy ma még két fellépés. Sok fellépésed van, így a nehéz időszak ellenére is. Hát ezek ilyen privát rendezvények, ezek nem nagy karitatív rendezvények, tehát nem nagy fesztiválok, vagy falunapok, vagy városnapok, hanem ezek ilyen családi, privát, vagy esküvő, vagy születésnapi rendezvények. Ugye én nagyon sok ilyen házi rendezvényre is szoktam járni a zenekarommal, ugye mintha sokszor szoktak hívni ilyen privát rendezvényekre, és elméletileg most is ilyen rendezvényeket vegyük. Nagyszerű, hogy vannak ilyenek is. Igen, úgyhogy mi nagyon sok ilyen rendezvényen jártunk ezelőtt is, és hát most igazán csak ilyen rendezvények vannak, ahol igazán egy zenét most fel tud lépni. Nagyszerű. Mert nálunk is a korlátozások ugye most még törvényre vannak, ugye hatályban vannak, hogy nem lehet nagyon rendezvényt tartani. És ez úgy érzi, hogy augusztus 15-én még el is fog húzódni. Pontos. Reméljük, hogy csak addig és utána már tényleg minden visszaáll a régi kerékvágásba. Annak különjük, hogyha meg lenne már ez a csúnya ronda vírusra egy ellenszer, vagy valami gyógyszer, vagy vakcina, hogy meggyógyuljanak most már az emberek, és mindenki tudja védekezni, aki ugye jobban félettel a vírustól. Tehát én annak különjük igazán, hogyha ne tudnánk győzni ezt a vírust egy ellenszerre, reméljük, hogy sikerülni fog, mert ugye most már ugye ha az ember elkap egy influenzát, az ember rengeteg gyógyszer van, orvosán, nyilván a gyógyítani, ugye most ami igazán az embereket félelemmel tudja elkölteni, hogy erre a csúnya vírusra nincsen, egyelőre úgy tudom, van a vére ellenszer, és ugye annak köszönhetően vannak ezek a korlátozások. Így van. Egészségügyi jó intézkedések. Reméljük, hogy mi hamarabb meg lesz az ellenszerre. Hát reméljük, hogy mi hamarabb ez megoldódik, és megjönzik. Ugye az egész világ legyőzne, ugye ez a betegség, ez nem csak nálunk van jelen, hanem az egész világ megjönte, úgyhogy mondhatom azt, hogy ez ugye szinte minden országban jelen van. Pontos. Sajnos. Ugye említetted, hogy már több mint 20 éve, hogy énekelsz, zenélsz. Hogy kerültél kapcsolatba a zenével annó, még 2000-es évek előtt? Hát én már szinte a
ahogy anyukámból kibújtam, mondhatom ezt szépen, nyilván akkor is énekeltem, már a életem első percét, és láttam, nem olvastam, mint a babát, hanem láttam, épp már is ott megnyugvándul, ebből a kisfiú volt, hogy énekes lett, aztán ugye itt sett, hála jó Istenkének, ugye én már iskolában is rengeteg népdalversenyt nyertem, tehát én már akkor is az iskolának az énekkarjában fő énekes voltam. Úgyhogy szoprán, ráadásul ugye szoprán énekes voltam, nagyon magas hangom volt már akkor is. Aztán ugye egyre komolyabban belevezettem a zenébe, ugye pedig én mehettem és sportoltam 18 éves koromig, fontosra voltam. Csak aztán annyira komolyra fordultak a zenei dolgok, ugye elvégeztem a zeneiskolát 18 évesen. Aztán már ugye munkámá is vált a zene is, és egyre jobban. Egyre több lemezem megjelent, egyre több koncert, felkérés, egyre több sláger, hál' Istennek, amit sikerült. Megírnom, szereznem, és ennek köszönhetően most már az életem része, az életem lesz a zene. Ugye ez a munkám, ez a hivatásom, és ez vagyok én, úgyhogy nem is tudom, az elejétől az életemet elképzelni. Csak gratulálni tudunk. Milyen fontosabb pillanatokat, eseményeket tudnál kiemelni az elmúlt több mint 20 évből, amire különösen büszke vagy? Biztos van ilyen. Hát, igazán én mindenre büszke vagyok. Ugye azt szokták mondani, hogy nem törülnek is dolgoknak, az nem egy jó dolog. Tehát addig vagyunk boldogok, míg a kis dolgoknak is tudunk örülni. Tehát én ilyen vagyok, én mindennek igazán tudok örülni. Az első lemez, amikor megjelent, vagy amikor az első videóklipem elkészül, ugye most visszamentem ugye 20 éve szinte, vagy amikor először meghívtak fellépni, úgy van már pénzért, tehát amikor nem csak a hobbim, hanem már a munkám már is vált a zene, és sorolhatnám. Rengeteg olyan dolgot tudni, TV szereplések, amikor először szerepeltem, ismert nagy televíziós műsorokba, amikor először lehetett zenés műsorom, már saját műsorom, ugye nagyon sok műsorom voltak. Zenecsatornákon, magyar ismert zenecsatornákon. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amiket igazán ki tudnék emelni, ami igazán a pályafutásom nagyobb lépései voltak, ugye annak sikerén, ugye a sikernek az elérései álláspont. Ezek ilyen megállók voltak, inkább ilyen pontok. És ugye most is, például úgy otthon voltunk két hónapig a karantén végén, otthon voltunk a karantén még két hónapig, és ugye már is tök van, esik az emberek, többre tudja örülni neki az ember, hogy újra meghívjás, újra tudsz menni emberek, hogy újra fel tudsz lépni, hát jó. És ugye ezek olyan dolgok, amiknek az ember mindig örül. Tehát én azt mondom, hogy az apró dolgok is a ameddig tudunk örülni apró dolgoknak, addig van értelme igazán az életben. Pontosan, jó dolog ezen. Beceneved, művészneved Jolly, hogyan született ez meg? Igen, a beceneved, művészneved ugye Jolly, hogy született ez meg, honnan jött ez a név? Hát figyelj, roppant egyszerű a dolog, ugye amikor mi nem tudtam a zenéből megélni, mivel nekem volt mellette állásom, munkám, én a kaszinóban dolgoztam sokáig, tehát én a kaszinóban kerestem a kenyeremet, Magyarországon nagyobb kaszinóban dolgoztam, mint játékmester. És ez a Jolly Joker, ugye ez ott ragadt rám. Jolly vagyok, ugye ebből ugye nagyon sok embernek hoztam meg a szerencséjét. Az én hiszteimnek köszönhetően nyertek nagyobb összegeket, sorolhatnám még ezeket a Fortuna dolgokat, azok ugye az én pályafutásommal párhuzamosan működtek, és ennek köszönhetően így lettem Jolly, hogy a sok-sok embernek voltam a Jolly Joker-e. Szuper, ezt is megtudhattuk, eddig még ugye ezt nem tudtuk. Köszönjük, hogy megosztottad. Egy következő... Most, hogy így lettem, Jolly. Köszönjük, szuper. Legtávolabbi helyszín Európában, vagy Európán kívül, ahol felléptél, koncerteztél? Hát, most voltunk idén januártól februárig, egy amerikai turné, ugye USA-ban, New Yorkban kezdtünk, ugye New Jersey, akkor Manhattan, akkor utána mentünk Miami-ba, a Floridába, Key West, ugye az Amerika legdélebb pontja, tehát egy több állomásos turné vettem részt, úgyhogy elméletileg mondhatnám azt, hogy ez volt a legtávolabbi. Szerintem jó élmény volt az ottani magyar közösségnek is koncertezni, énekelni.
igen, nagyon. Ugye az is bizonyítja, hogy már azóta meghívtak újra, tehát már megint szervezik a jövő évre majd a következő ilyen több állomásos turnékat. Koncertturnémat, úgyhogy én is már várom, hogy újra visszamehess Amerikába, és aztán újra fogunk majd megint koncertezni. De nagyon várom, majd találkozhassak a kintérő magyar emberekkel. Nagyszerű. Erdélyben vagy Székelyföldön voltak, szoktak lenni fellépések, meghívásaid? Erdélyben vagy Székelyföldön voltak, szoktak lenni... Erdélyben is nagyon sokat voltam, hát én már mondhatom, hogy bejártam meg itt Komáriát, ugye Erdély és Nemcsiszentgyörgy, akkor Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Kolozsvár, és most sorolhatnám, hogy nagyon sokat felléptem. Hát én sok-sok kisebb települések is voltam, ugye most ezt mind felsorolnám, akkor még itt órák hosszáig mondhatnám itt a városoknak, Kobászna megyébe. Úgyhogy reméljük, hogy még lesz lehetőségem újra majd eljutni az erdélyi közönséghez. Nagyon nagy szeretettel mentem, és minden nagyon szeretettel váltak az ottani emberek, amit elsősorban szeretnék megköszönni nekik, hogy mindig az ember feltöltődik egy olyan pozitív impulzussal, olyan nagy szeretettel, amit kap az emberek, amikor a mindig megéri. Olyan sokat utazni, hiszen kocsival tudtunk ugye kimenni, és azért valljuk be, hogy azért Romániában, Erdélyben nem rövid az utazás, mindig 7-8 órás utak előtt álltunk, hogy ki tudjunk menni, ugye az autópályát végett ott azért nehezebb haladás. De mondom, mind nagyon szívesen mentem, és hogyha lehetőségem módonban áll, akkor talán idén is el fogunk látogatni majd Romániában. Várunk vissza. Minden kedves meghívottól meg szoktam kérdezni a következő kérdést, hogyha lenne három kívánsága, mit kívánnál? Ugye, ha az aranyhalat kifogott, ugye azt mondja, van három kívánságot. Neked mi lenne? Mi lenne a három kívánság? Hát nézd, én igazán most jelenlegi helyzetben az első kívánságom az lenne, hogy újra legyen mindenki nyugodt, hogy ez a vírus, ez tényleg a világban eltűnjön, ne legyenek betegségek, ne tudjuk, az emberiség le tudja győzni ezt a koronavírus, újra törje vissza minden a régi kerékvágásba. Legyenek az emberek vidámak, boldogok, szeressék egymást az emberek, tartsunk össze, a családoknak egészséget kívánok, és sok-sok fellépést kívánok, mindenki kívánok. Magamnak sok fellépés, sok koncertet. Úgy legyen, úgy legyen. Boldogságot gyerekeknek, gyermekeknek, nagyon jól lett a fiadnak írt dal 18. születésnapjára, ezt is fogjuk hallgatni hamarosan. Igen, most lett 18. Isten éltesse, szuper dalt írtál neki. Kedves rádió hallgatóknak is van néhány kérdésük. Egyik kedves hallgató arra kíváncsi, hogy által a dedikált CD-hez hogy lehet hozzájutni? Hát nem tudom, hogy hol lakik. Magyarország szerintem. Hol él? Magyarország. A Magyarországon, hogy a Facebookon lehet nekik kérni az oldalomon, a privát oldalomon. Ott lehet ilyen kérdésekkel nyugodtan úgymond minket megkeresni. Uh-huh. És hogyha van rá lehetőségük, most fog megjelenni amúgy hamarosan az új lemezem. Most fog megjelenni az új lemezem hamarosan, ami azt jelenti, hogy hamarosan lehet majd internetben is rendelni. Úgyhogy most pont ahogy mondtad, dedikálva fogjuk ezeket nekik elküldeni, úgyhogy ha megrendeni, hogy az új lemez, nyilván tud majd kapni ebből a lemezből. Természetesen dedikált példány. Szuper. Köszönjük a választ erre a kérdésre is. Ugye a napokban megjelent egy új dalod Viviennel közösen. Egy kedves hallgató arra kíváncsi... Hát tegnap jelent meg. Így van, tegnap már hallottuk is, nagyon jó, megérett a cseresznye, finom ropogós cseresznye. Megérett a cseresznye, hát olyan megérett most már lassan. Hát lassan, igen. Kedvenc gyümölcsön voltak éppen, nagyon szeretem. Na hát akkor nem a kedvenc dalod is lesz. Igen, na szeretem, fülbemászó, egy elsőre így hallgatva, nagyon fülbemászó, és nagyon szeretem. Na, adja Isten, hogy slágerjük. És a kedves hallgatók is szeretik, tehát más sláger szerintem már elnyerték így a hallgatók. Most is vagyok egy születésnapi rendezvény, aztán most kell itt fellépni. Oké, rövidre fogom a szót. Lenne néhány üzenet is a kedves hallgatóktól. Megállj!
egy kedves hallgató azt üzeni neked, hogy üdvözlöm Magyarországról, nagyon szeretem a dalait, minden sebre van benne gyógyír, és üzenet a szeretett ember akár gyermek felé. Volt részem élőben hallgatni, amiért 300 kilométert tettem meg, de megérte. Gratulálok pályafutásához, románcoktól idáig, és további sikereket kívánok. Egy kedves hallgató írta Magyarország. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja őt. Köszönöm szépen. Egy kedves hallgató Maros megyéből is írt nekünk, Andrea, azt írja: Szia Gyuri, már nagyon-nagyon régen szerettem volna neked írni és elmondani a véleményem, csak nem tudok helyesen írni és szégyeltem, de most itt a remek alkalom, hogy elmondjam. Nagyon sokat élő videózol, aminek mi rajongói nagyon-nagyon örülünk. Azt írja, nekem személy szerint fáj a sok rossz indulat, te legyél mindig önmagad, és ne törődj a negatív emberekkel, nehézség volt is, és lesz is, imádlak, Jolie. Ezt írja egy kedves hallgató Maros megyéből. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. És így végezetül, melyik dal áll a szívedhez a legközelebb, amelyet most megosztanál itt a kedves hallgatókkal? És miért? Hát szerintem legyen ez a Hajnalban vagyok, ha megyünk haza, ez most aktuális óriási nagy sláger nálunk Magyarországon. Több mint 4 millió megnéztük már a YouTube videó megosztó oldalon, úgyhogy nézzék meg a videóklipet is, hallgassuk együtt. És Hajnalban megyek ma megint haza, forog a világgal a házban, megveszek minden, hely semmi nincs ingyen. Hajnali tartom a házi szaka, tudom, hogy lesz hozzá megkészve van, áldjam a tisztem, ő az én kincsem. Ezt tudom, a rádió hallgatóknak pont itt elmentem a gitárosan, hogy érdezegem a kettőt. Köszönjük, köszönjük nagyon-nagyon szépen. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Hát mi nagyon-nagyon kicsik vagyunk, ugye hobbi rádió, te nagyon nagy ember vagy, hát nagy megtiszteltetés, hogy beszélhettünk és hallgathattunk. Hát itt. Köszönöm, hogy itt lehettem, hogy meghallgathatok, és további két estét kívánok mindenkinek. Isten áldását, egészséget kívánok mindenkinek, úgyhogy legyen szép estét. Neked is legyen szép estét, és további jó koncerteket, bulikot kívánok ma este is, a közeljövőbe is. Szia-szia, szép estét! Sziasztok, hello! Szia!